Dolgahévíz első embere még szeptember derekán nyilatkozott a település sportéletéről műsorunknak. Hát egy elég fiatal csapatot sikerült összeszednünk, és nem is igazán olyan jó indultunk a fordulókba, de nagyon úgy néz ki, hogy most egy jó edzővel és egy kezdődő, mentálisan is összerakódó ifjúsági társulással tudunk valamit alkotni. Hát maga az ifi csapatunk az most per pillanat az első helyen áll, ők jól játszanak és jól mennek. Elnézést, fociról van szó? Fociról van szó természetesen. Általában a foci megy inkább Galgahévízzel. Régen tudhatunk magunkén a kézilabdát is, de az a szakosztály most egy kicsit pihen, de a futball elindult. Ugye így, hogy a megye kettőben tudtunk bennmaradni, így már kötelező a felnőtt indítás, az U21-nek az indítása, és emellett még öt csapatot kellett indultanunk, az U7, U9, U11, U13, ugye a Bozsik program mellett muszáj, hogy bevegyük őket, és a gyermekfocistákat is elkezdjük fejleszteni fölfelé. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez sikerült, a nevezések megtörténtek, úgyhogy várjuk az első olyan versenyt is, ahol a kicsik is megmérettetik magukat. Egyébként ez nem kevés pénzt igényel. Milyen források vannak ennek támogatására? Hát a fő forrás az az önkormányzati támogatás a sportkör részére, de vannak kijönti szponzoraink, támogatóink, ilyen itt Galgahévízen, ha név szerint is említhetem, és ez nem gond, úgy gondolom, Mence János, Gregus Zoltán, Fercsik János, akik folyamatosan támogatják a sportéletet. Ezen kívül el tudjuk mondani azt is, hogy nagyon sok galgahévízi ember, Fábián, Ildikó, Darnyi, Kervin, és tényleg nem szeretnék kihagyni senkit, de nagyon sokan olyanok, akik biztosítják azt, hogy legyen egy-egy mérkőzés után étkezés, tudjunk főzni a csapatnak egy jót, össze tudjanak ülni, beszélgetni tudjanak, el tudják dönteni, hogy mi volt a jó és a rossz a mérkőzés alatt, egy kicsit ki tudják beszélni magukat, azokat az indulatokat, amiket éppen a pályán szereznek maguk köré. Akkor talán lehet azt mondani, itt Galgahévízen kifejezetten közösségépítő ereje van a sportnak. Igen, azt hiszem, hogy most kezd igazán úgy megérni a sportegyesület, hogy igazi közösségé tud alakulni, és most már tudnak miért harcolni együtt, és érzik annak a súlyát, hogy mit jelent az, hogyha 30-40 ember van kint edzésen, és egymást támogatva tudják elérni azokat az eredményeket, amit elvárnak tőle a szponzorok, az önkormányzat, és hát ugye a szurkoló közönség is. A közelmúltban megrendezett galgahévízi sportbált is azért szervezték, hogy a bevételekkel támogassák a galgahévízi labdarúgó csapatokat. A felnőtt együttessel kapcsolatban az az elvárás erre a szezonra, hogy megvesse a lábát a megyei másodosztályban. Az egyik utánpótlás csapat, az U21-es együttes, most az első helyen áll a tabellán. Galgahévíz gyakran szerepel a televíziónkban, ismét egy jó hírrel tud szolgálni nekünk, ez esetben a sportegyesület életében egy sikeres pályázatot nyertek el. Mi is ez? Főleg ebben a hangulatban, amikor ma este szerveztük meg a sportbált, a napokban megkaptuk a sportpályázati támogatásunkat és a sportöltöző felújítását, úgyhogy egy sikeres támogatási nyilatkozattal rendelkezünk immár, úgyhogy tavasszal el tudjuk kezdeni a sportöltözőnk felújítását, bővítését és a környezetének rendbetételét. Milyen összegű a támogatás? A támogatás összege 8 millió forint maximált összeggel van meghatározva. Bízunk benne, hogy ebbe az összegbe beleférünk, de hogyha netalántán ez nem fog sikerülni, akkor az önkormányzat mindenféleképpen hozzá fog járulni, hogy rendben legyen az öltöző és a környezete. A sportbál jó hangulatát emelte egy szálsza bemutató is. A volt sportegyeseti elnök szerint új játékosokra is szüksége lenne a foci csapatnak. Egy remek kis közösség épült ki, amit most a jelenlegi elnökség, illetve a Gódor József személyében, mint vezetőedző tovább folytatják ezt a több mint 10 éve újonnan elkezdett sporttevékenységet. Tudva levő, hogy 2002-ben kezdtük újra az Egyesületnek a labdarúgó szakosztálynak a működését. Előtte volt egy 4 éves szünet, és azóta hál' Istennek folyamatossá tettük ezt a labdarúgó szakosztálynak a működését, és
aztán megye 3-ból sikerült megye másodosztályba a csapatot felvinni. Kívülállóként hogyan látja a csapatot, mennyire erős, mind kellene javítaniuk, ha van ilyen? Hát a jelenlegi vezetőséget kell akkor megkérdezni, hogy milyen célokat tűztek ki, de úgy tudom, hogy stabilizálni szeretnék a megyei másodosztályban a csapat jelenlegi helyzetét. És úgy tudom, hogy ha még az utolsó két bajnoki mérkőzés sikerülne megnyerni, amire reális esélyük van, akkor egy stabil ősz után úgy gondolom lehetne építeni egy még jobb tavaszt. Biztos vagyok benne, hogy szükséges új játékosoknak az igazolása, akik egy kis vérfrissítést fognak hozni a csapatba. Van egy jó alap, de úgy gondolom, hogy kellene még néhány minőségi játékos, akik még nagyobb lökést adnak a tavasszal. Mennyire népes a szurkolók tábora, mennyien látogatják a meccseket? Hát én ezt inkább országos tendenciának mondanám, hogy ez a személyes tapasztalatom is, hogy jelenleg van majdnem minden környékbeli településen is egy kialakult szurkolómag. Ugyanúgy van egy kialakult szurkolómag Galgahévízen is, és nehezen jönnek újabb szurkolók. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy ilyen korszakos probléma, a fiatalabb generációt más érdekli, a szurkolói embereknek az összetétele is, mondhatom, hogy már szinte évek óta vagy évtizedek óta szinte ugyanaz, akik ebben nőttek fel valamikor, azok most is kijárnak a mérkőzésre. Hát jobb lenne még több néző előtt játszani a csapatnak, de sajnos máshol is elég szűkös ez a nézői keret, és ha a csapat megyeiben játszana, lehet, hogy akkor se lenne több néző. Tehát hozzáteszem, hogy ez elég szomorú, hogy az emberek egy picit érdektelenek az élő helyi sport iránt. A felnőtt futballcsapat edzője szerint több van a játékosokban, mint amennyit eddig mutattak. A mostani csapat egy elég fiatal csapat, és úgy mondom, hogy elég nehéz velük dolgozni, de egy nagyon jó brigád, nagyon jó társaságként kovácsolódik össze, én úgy érzem, és sokkal több van bennük, csak én most vettem át őket a fél szezonban, vagy a szezon elején, de nagyon sokat kell még velük dolgozni, hogy eredményesebbek legyenek a játékosok, de én azt gondolom, hogy ez minden megoldható, csak munka kérdése. Jelenleg a 12. helyen áll a megyei másodosztályban a Galgahévíz felnőtt foci csapata. Az edző, aki az U21-es együttes trénere is, ennél jobb szereplést tűzött ki célul. Az alapozás azt nem én csináltam velük végig. Én, amit említettem, már a harmadik fordulótól csinálom én őket, vagy kaptam meg a felkérést. Nagyon nehéz őket felhozni, de én úgy gondolom, hogy így a bajnokság végére az eddigi munka, amit velem végeztek, szerintem már látszódik. Sajnos nem a legjobb helyen állunk, a 12. helyen állunk, de én úgy gondolom, hogy sokkal több van a csapatban, és egy téli alapozással a tavaszi idény záró végén sokkal előrébb tudunk végezni. Mik az ön tervei a jövőre vonatkozóan? Hát ez elég erőre látható dolog. Hát mind a két csapatot szeretném még tovább vinni, és minél jobb helyezést elérni velük. Hál' Istennek most az U21-es korosztály az első helyen áll. Szeretnénk mindenféleképpen megnyerni a bajnokságot a fiatalokkal, és a felnőttekkel, mivel hogy sajnos ez az őszi szezon elég gyengén sikerült az én szemszögemből, az első 10-be kerülés az én kiszűzött célom. A listavezető U21-es csapat balszélsője már 10 éve focizik, és kiválónak tartja a közösséget. Én nagyon szeretek Galgahévízen focizni, nagyon jó barátaim vannak a csapatban. Jelen pillanatban balszélsőt játszok, Gold József jó voltából, de nekem nagyon nagy szerepet tölt be az életemben. Hányszor edzést igényel ez hetente? Hát a Galgahévízeska hetente kétszer edz általában,
hogyha nagyobb rangadó van, akkor van, hogy 3 is egy héten, de ez nagyon ritka, tehát hogy általában 2 edzés van egy héten. Elégedett a csapat elért eredményeivel? Hát az U21-es csapat eredményeivel elégedett vagyok, ugyanis annak a tagja vagyok, és jelen pillanatban vezetjük a táblázatot. De a felnőtt azért még botladozik, nem álltak össze teljesen, fiatalítások voltak, aztán még nem érzik annyira egymást, tehát hogy azért vannak jó meccseik, de vannak nagyon gyengék is, amikor nem ellenfelei a másik csapatnak. Milyen maga a csapat, a közösség? A közösség nagyon jó, hogyha elengedik magukat, akkor nagyon viccesek, jó társaság, lehet velük vicces dolgokról is beszélni, komoly dolgokról is, de hogyha komoly meccs jön, akkor azért tudnak elég komolyak lenni, és tényleg odafigyelni arra, hogy a meccsen jól teljesítsenek. Ha jól értettem, akkor a mostani edzővel meg vannak elégedve? Igen, teljes mértékben. A régi edzők se voltak rosszak, de mentalitásképpen és így önbizalom terén a Gódor József azért elég jó teljesítmény nyújt. Hát meccsek fél idejében nagyon jó biztató mondatokat, dolgokat mond nekünk, ami felhelgel egy meccs fél idejében, ami bőven elég ahhoz, hogy egy második fél alatt megnyerjünk egy meccset. A sportbálon a szerencsések nyertek a tombolán, sokan mulattak a Csoresz együttes muzsikájára. Kamalós csaró megyén, hely dári dalandári, hely dári dalandári, hely dári dalandári. Kamalós csaró megyén, hely dári dalandári, de nem dolgoztam életemben, mégis jól megéltem. De nem dolgozom ezután se, föl a kezeket gyerekek, jó magasra, hoppá! De itt a piros, hol a piros, ajja, az sem baj, ha tilos, csak ha jön a rendőr, kicsi kilos. Itt a piros, hol a piros, ebből leszek milliómos, meghívom az egész város. De ezt mondják rám, csóró cigány, nem is vagyok csóró én már. Itt a piros, hol a rendőr, kifizettem a csizsebből, piros, a piros, ha van miből. De ezt mondják rám, csóró nem is vagyok csóró én már. Itt a piros, hol a rendőr, kifizettem a csizsebből, piros, ha van miből. De kasznájló, te ne leszod el, de kasznájló, te ne leszod el. De sukárám, de te morál, de súsom, ha ne zsírál. De sukárám, de te morál, de súsom, ha ne zsírál. De kinek kicse pénzed, adjon az Isten. Hangosabban! Nagyon jó! Még egyszer majd előről! Beti is! Nagyon jó, gyerekek! Kinek nincsen pénze, még egyszer! De kinek nincsen pénze! És föl a kezeket! De szebb Beti is! Meg jobbat is! De nálam már! Én egy csóró lecigán gyerek vagyok, de csokoládét én még soha nem ettem. Nem ültem még benzines kocsiba, és a lányokat hiába szerettem. Rongyos vagyok, régi már a ruha, pedig dolgos, mint a két kezem. 500-ast én nem láttam még soha, igaz munkát nem adtak nekem, és megint ki vagytok.